Sziasztok, kedves barátaim! Október 15-dik ismét Ekádasi nap lesz, a böjt nap. És egy kis történetet mesélek, amelyek a Brahma Vaivarta Puránából olvasható. Volt egy király, Mucsukunda király, aki nagyon jámbor király volt, és nagyon szépen uralkodott, és egyik időben neki született lánya, Chandrabhagi, úgy hívták, és a lánya, mikor érett lett, akkor férhez ment, Sobhana királyfihez, és nagyon boldogan éltek, de egyik alkalommal, amikor Sobhana meglátogatta a saját feleségét, a Chandrabhagát, eljött az ő apukájához, és akkor volt a Ekádasi nap, a Ráma Ekádasi. És a király nagyon szigorúan követte az Ekádasit, száraz bőtöt tartotta, és kérte, hogy a királyságban minden lakó tartson száraz bőtöt, sőt, még az állatokat is próbálták rávenni a bőtükre, a lovakat, a teheneket, mindenkit. Viszont a Sobhana, ő neki olyan erős az emésztés tűze volt, hogy ő nem tudta száraz bőtöket tartani, neki mindig kellett valamit enni, de mikor eljött a saját apósához, akkor gondolta, hát én be fogok tartani, bármilyen is ne legyen nehéz, és akkor a felesége, Chandrabhaga, ő mondta, hát lehet, hogy inkább jó lenne, hogy most gyere később hozzánk. És azt mondta, erre Sobhana, nem, én betartom Ekádasit. És akkor elkezdte bőtölni, ott a bőtnek volt az a tradíciója, hogy kellett egész nap és egész éjszaka fennmaradni, és száraz bőtöt tartani, de a Sobhana egy darabig tartotta száraz bőtöt, és egyszer csak nem bírta a szervezete, és meghalt. Amikor meghalt, kilépett a testből, és elkerült egy királyságba, ahol megszületett királyként, és Mandara hegyre került, és ott Devapurába élt királyként, mivel ő jámbor volt, és mégis, hogy ő tartotta a bőtöt, próbálkozott a Ráma Ekádasin tartani bőtöt, ezért egy nagyon csodálatos palotába élt, mint király eredményként. A palota aranyjal volt díszítve, az oszlopok, ami benne voltak, a drága kövekkel voltak díszítve, és kristályból volt minden. Ilyen eredményt kapott. Egyik alkalommal őt meglátogatta egy brámana, egy pap, akinek a neve Soma Sharma, ő pedig az ő apósának, Mucsukunda királynak a papja volt. És kérdezte a brámana, Sobhana királyt, hogy te itt vagy, ebben szép, csodálatos palotában, ebben a királyságban, Mandara hegy tetején, ebben a csodálatos Devapurában. És erre válaszolt Sobhana, hogy hát mivel én végeztem, tartottam bőtöt a Ráma Ekádasin, ezért elértem ezt a királyságot, de ez a helyzetem az ideiglenes. Biztos azért, mivel hit nélkül tartottam bőtöt, megkaptam eredményt, de ideiglenesen. Ezért kérek, hogyha tudnál visszamenni Mucsukunda Púrához, az én drága feleségemhez, Chandrabhagához, és megkérni őt, hogy a bőtöljön, és adjon az áldását, hogy őröki, hogy a helyzetem ebbe a királyságba legyen hosszú távon. Így is tette a kedves brámana, Soma Sharma visszatért, és akkor elmesélte Chandrabhaganak, az ő férjének a helyzetéről. Természetesen Chandrabhaga mondta, én szeretnék bőtölni, szeretnék adni az én jámbor cselekvéseimnek az eredményét, hogy ő hosszú távon uralkodjon azon a királyságon. És akkor mondta neki, Soma Sharma, rendben, akkor elviszem téged egy asramba, ahol bölcs Vamadev, ő fog téged tanítani mantrákra, amik által te meg fogsz erősödni, el tudsz jutni majd a Mandara hegy tetejére, a Devapurába, és akkor át tudsz adni a te tisztaságának az eredményét a férjednek.
Így is volt, elvitte a Vamadevhez a Chandrabhagát, aki ott tanult tőle mantrákat, és a mantrák segítségével elérte egy lelki testet, amelyek által felemelkedett ugye ebbe a királyságban, Devapurába, ahol találkozott a saját férjével, Sobánával. Amikor Sobána meglátta a kedves feleségét, Chandrabhagát, nagyon-nagyon boldog volt, és a felesége mondta, hogy igen, eljöttem hozzád, és szeretnék megadni neked az én jámbor cselekvésemnek, a jó karmának az eredményét, mert én 8 éves koromtól betartom az ekádasikat, száraz bőtöket, és főleg a Rama Ekádasén, és akkor most szeretnék, hogy hosszú, sok-sok ideig uralkodjál ebbe a királyságba, és akkor átadta neki a jámbor cselekvésnek az eredményét, de ő is ott maradt, és nagyon sokáig éltek együtt, és boldogon. Megszabadultak sok-sok-sok bűntől azáltal, hogy tartották bőtöt a Rama Ekádasén. Szóval október 15-én lehet bőtölni. Természetesen, aki tudja, lehet száraz bőtöt tartani, vagy lehet csak vizet inni, vagy csak gyümölcsöket enni, vagy zöldségeket enni, de hogyha valaki legalább a gabonát nem eszik ezen a napon, és a hüvelyeket, akkor ez is számít ekádasinak. Természetesen minél szigorúbb a bőt, annál nagyobb az eredmény. És az ekádasi, ez a Harivársa nap, az Istennek a napja, ezen a napon lehet meditálni Istenre, dicsőteni őt, olvasni róla, és akkor nagyon mély lelki eredményeket tudjunk elérni, azon kívül, hogy minden bűntől is meg tudjuk szabadulni. Hétfőn majd, október 16-án megtörés lesz, és ugye tudjunk, hogy megtörni a bőtöt, megszakítani a bőtöt, az is egy bizonyos időszakaszában lehetséges megcsinálni, és elmondom nektek, hogy mikor, akkor még egyszer október 16-án 7 óra 3 perc és 10 óra 40 perc között. Hogy lehet megtörni? Vagy valaki reggelizik, vagy valaki csak egy kis morzsa gabonát megeszi, lehet egy szem rizsát, vagy valamit, és ez is már megtörésnek fog számítani. Tegyitek lájkokat, hogyha érdekes volt, iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok a kommentekbe, hogy az előző bőtöket hogyan sikerült nektek tartani, és volt-e valami tapasztalat és élmény. Köszönöm szépen mindenkinek, további szép napot kívánok, Hare Krishna!